Tehát az enzimekről és a vitaminokról szeretnék nektek a mai estén beszélni, és hát tartom magam a dióhéjhoz, bár mondjuk egy ekkora diónak egy mókus feltételezem, hogy nagyon örülne. A múltkori alkalommal ugye szóba került dr. Warburg, és én úgy gondolom, hogy a 20. századnak Szent Györgyi Alberttel válvetve ő volt a legnagyobb biokémikusa, és érdemes arra odafigyelnünk, amit ő hagyatékként ránk hagyott. Ugye a létező összes betegséget alapvetően visszavezette oxigénhiányra, vízhiányra, tápanyaghiányra, enzimhiányra, szabadgyökökre, elsavasodásra és a lelki háttérre. A múltkori alkalommal az oxigénhiányról beszéltem, a mai napon igazából a tápanyaghiányra, enzimhiányra szeretnék kitérni. Mik is azok a vitaminok? Ugye Frederick Hopkins-t tartjuk valójában a vitaminok atyának, és maguk a vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek kis mennyiségben ugyan, de nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára, viszont kellő mennyiségben nem tudjuk őket előállítani, és van úgy, hogy például a C-vitaminnal kapcsolatban gyakorlatilag egyáltalán nem tudunk szintetizálni C-vitamint, ezért külsőleg kell ezeket az anyagokat a szervezetünkbe juttatni. A hiányuk az néha jól körülírható tüneteket eredményez, de én azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb az, hogy nem tudjuk ezeket a hiányokat beazonosítani. Ismert, hogy az ókori Egyiptomban például a szürkületi vakság ellen májat fogyasztottak, nyilván tapasztalati úton rájöttek arra, hogy annak a tüneteit viszonylag gyorsan tudja a májfogyasztás csökkenteni. Ugye tudjuk, hogy ez A-vitaminnal kapcsolatos történet. Illetve a 17. századtól kezdve a kikötőkbe ért hajók legénységét citrusokkal, gyümölcsökkel fogadták, mert észrevették azt, hogy azokat a tüneteket, amiket a hajózó személyzet elszenvedett egy hosszabb út során, azokat nagyon gyorsan lehetett ezekkel a gyümölcsökkel csökkenteni, illetve szüntetni. Ugye itt a C-vitaminról van szó. Ismert hiányállapotok, ugye említettem már a farkasvakságot, szürkületi vakságot, ez A-vitaminra visszavezethető, B1 vitamin és beriberi kapcsolata közismert, illetve úgy gondolom, hogy talán nálunk nem, de abban biztos vagyok, hogy Ázsiában minden család érintett volt ezzel a betegséggel, és nagyon-nagyon komor emlékeket idéz bennük a név. A pellagra az a B3 vitamin hiány, a B12 hiánya, a vészes vérszegénység. Ugye az orvoslás azt gondolom, hogy talán ezzel foglalkozik leghatározottabban, tehát ezt figyelni szokták, és megvannak azok a készítmények, amikkel viszonylag gyorsan meg lehet szüntetni. Ugye a C-vitamin hiány okozza a skorbutot, és a D-vitamin hiány úgy vált ismerté hosszú időn keresztül, úgy gondoltunk rá, mint az angol kórnak az okozójára, de hát odaírtam, hogy és még sokan mások, tehát az utóbbi 15 évben rengeteg felismerés jött ezzel kapcsolatban, hogy a magának a D-hormonnak valójában az nem is egy vitamin, hogy milyen szertágazó, sokrétű hatásai vannak a szervezetünkben. Frederick Hopkins, ugye Cambridge-i biokémikus volt, itt a 900-as évek elején rengetegen foglalkoztak kutatásokkal, érzékelték azt, hogy kell lenni olyan anyagoknak, amelyek nagyon fontosak a szervezet számára, de még senki nem talált rá konkrétan azokra addig. Ugye állatkísérleteket végeztek, tehát rengeteg egérke lett ennek az áldozata, ugye őket különböző
megvonásos kosztokon tartották, tehát valamit mindig kihagytak az étrendjükből, és azt nézték, hogy hogyan fejlődnek, illetve hogyan viselkednek. Ugye Hopkins bebizonyította, hogy létezik olyan anyag, amelynek a hiánya rendellenességeket okozhat a fejlődésben, illetve egy 1912-es cikkében összefoglalta az addigi eredményeit, és kimondta, hogy a táplálékban kis mennyiségű és ismeretlen összetételű, de az egészség fenntartásához feltétlenül fontos anyagoknak jelen kell lenniük. Hopkins ezzel tulajdonképpen felfedezte a vitaminhiányok problémáját, és a vitamin elnevezés is erre az 1912-es évre datálódik. Ugye ő neki egy riválisa, lengyelországi származású Kazimierz Funk, angol területen dolgozott, ott Kazimár Funkként ismerik. Ő adta ezeknek az anyagoknak a vitamin nevet, amikkel ő addig kísérletezett, azok amin jellegű összetételt tartalmaztak, tehát feltételezte, hogy itt minden egyes, ugye a vita az az életet jelenti, az amin egy bizonyos kémiai szerkezetet, tehát feltételezte, hogy itt egy ilyen jellegű anyagsorozatról van szó. Hopkins ugye a különböző növekedést serkentő vitaminok felfedezéséért kapott Nobel-díjat 1929-ben, és azzal a Christian Eichmann-nal, akire még vissza fogunk térni a későbbiekben. Ugye látjuk, hogy itt elég hosszú idő telt el a publikáció és a Nobel-díj kiosztás között. Ugye akkoriban a világ azon is vívódott, hogy mondjuk kiérdemli a Nobel-díjat egy adott anyag esetében, aki magát az anyagot felfedezi, vagy annak a hatásait leírja, vagy szintetizálni tudja egyáltalán magát a vegyületet. Nem lehet pontosan megmondani, hogy kifedezte fel a vitaminokat, nyilatkozott Sir Frederick Hopkins. Őt tartjuk ugyan a vitaminok felfedezőjének, de látni fogjátok, hogy rengetegen foglalkoztak ezzel a témával, és tulajdonképpen nagyon-nagyon, tehát orvosi előnnyel sikerült őnek ki befutóvá válni. Zseniális biokémikus volt egyébként, vagy kémikus inkább úgy mondanám. A 19. századi orvosok és élettanászok úgy gondolták, hogy az élethez nem kell más, csak fehérje, zsír és szénhidrát. Nem merem kimondani azt, amire gondolok, de valahol úgy tűnik, hogy ma sincs ez nagyon másként. Ezt a kis szobrocskát, illetve szobrocskát ábrázoló képet pedig tehát a kultúrtörténeti jelentőség miatt tettem be. Ugye a Szorosz Tudományos Akadémiának a Novoszibirszki Citológiai Intézete előtt áll ez a kis egérke, és tulajdonképpen ezzel tiszteleg a tudomány azok előtt, az állatok előtt, amelyek az életüket adták azért, hogy a tudásunk gyarapodjon. Ugye ő tudósnak van öltöztetve, és egy DNS molekulát kötöget szorgalmasan. A vitaminokkal kapcsolatban én azt gondolom, hogy jobban fogtok járni, hogyha egy-egy fontos dolgot kiragadok, mert ezek memóriafogások lehetnek, és emlékezni fogtok rá egy olyan szituációban, amikor ennek jelentősége van, és hogyha itt elkezdeném taglalni azt, hogy vannak zsírban oldódó, meg vízben oldódó vitaminok, és akkor elkezdeném magyarázni, hogy A, B, C, D, és a többi, akkor ha lenéztek a könyökötökre, akkor ott jönnek ki az információ. Tehát én azt gondolom, hogy valójában inkább érdekességeket mondok nektek, ami hasznos lesz egyébként. Ugye egymásnak ellentmondó állításokkal találkozhatunk azzal kapcsolatban, hogy szüksége van-e a ma emberének étrend kiegészítőkre, és hát, ahogy az előbb utaltam rá, még az egészségügyi szakemberek egy része is úgy tekint a
vitaminok szedésére, mint betegségektől rettegő hipohonder szerencsétlenek szánalomra viltó alternatív terápiájára, kapaszkodójára. És hát egymásnak ellentmondó állításokkal találkozhatunk, akár kutatási eredményekben is. Én azt gondolom, hogy ne dőljetek be az elmarasztaló állításoknak. Ugye van egy olyan kutatási eredmény, ami például a bétakarotén és tüdőrák összefüggéséről szól, és elmarasztalja a bétakarotént. Én azt gondolom, hogy itt az a bibi a történetben, hogy nem az a jó, hogyha abból a vitamin spektrumból, ami létezik, egyet kiveszünk, és szintetikus formában irgalmatlan mennyiségben rázudítjuk az emberekre, hanem a maguk teljességében lehetőség szerint, ahogy azt a természet előállította, úgy kell ezt az emberek kezébe adni, és akkor nagyon-nagyon jól fognak működni. Ugye a kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy az egészségesnek vélt étrenden élő emberek is hiányt szenvednek bizonyos vitaminokból és ásványi anyagokból is. És hát ez egy mérvadó cikk, amire itt hivatkozok. Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta jégtörés volt ebben a témában. Ugye akik a szerzők, ők sem akárkik, és jó pedigréjük van, hiszen a Harvard Egyetem orvosi karának a munkatársai, Fairfield és Fletcher voltak azok, akik 2002-ben azt publikálták a JAMA nevű amerikai folyóiratban, ugye ez az orvosi kamarának a folyóirata, tehát mondjuk úgy, hogy orvosi szakirodalmon belül sem a bulvár oldalt képviseli, hanem annak az ellenkezőjét. Tehát ez egy hangadó és véleményformáló kiadvány. És így fogalmaztak a cikkbe, hogy rendszeres napi multivitamin bevitelt javasolnak életkortól és egészségi állapottól függetlenül. Tehát ezt érdemes megjegyezni, bárki bármit mond, ez egy mérföldkő. És hát ugye hivatkozhatunk régebbre is, hiszen Hippokratészt, akit az orvoslás atyaként tartunk számon, szoktuk idézni különböző mondásait, ugye az ételed legyen orvosságod, orvosságod legyen ételed, ez a legismertebb, de én ide vettem a Neil módszerét, a ne árts mondást is, amit itt ebben az esetben úgy értelmeznék, hogy ha valakinek nem tudok segíteni, akkor legalább azt a butaságot ne öntsem a fejére, hogy na hát a vitaminok meg étrendkiegészítők szedésével ostobaságot követel. Tehát legalább abban segítsünk, hogy rossz tanácsot ne adjunk, igenis szükség van a kiegészítésre. És hogy miért, azt röviden próbálnám felvázolni, mert fontos, hogy megértést kapjon az utca embere, hogy miért van ő neki hiánya, hiszen minden este mondjuk munka után pukkadásig eszi magát, és itt a karanténos időszak után pedig hiába szabadultak fel az emberek, nem biztos, hogy kifértek az ajtón. Ugye az urbanizáció, globalizáció és a fejlett mezőgazdaságnak a hármas fogata, ez úgy gondolom, hogy egy nagyon ütős, mondjuk úgy, hogy hármas fogat, és nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy nekünk miért van tápanyaghiányunk, hiszen minőségileg éhezünk. Tehát az ételeinkben nincsenek benne azok a tápanyagok, amelyekre szükségünk volna, és ugye hiányállapotok alakulnak ki mindannyiunkban, hogyha nem figyelünk, és ugye ez a lábnak a rejtélyes betegségéhez szokott vezetni. Biztos volt már nektek is, nekem elég sokszor, amikor is én magam egészséges voltam, de a lábam mindig odavitt a hűtőszekrényhez, és hát ennek a lábbetegségnek egyenesági leszármazottja az elhízás. Tehát vitaminokra szükség van, akkor is, hogyha mondjuk Magyarországon talán egy olyan macsós hozzáállás azt mondani, hogy én nekem, hát én vasból vagyok, nekem nem kell, és különben is mit tudom én vagyok a 607-es italboltnak a
pultnál jelentik műsorának az állandó rovat vezetője, és én bármikor leszintetizálom, romlott, lecsokolvázból az összes vitamint, amire szükségem van. Tehát ez olyan férfiasnak tűnő dolog, de egyébként nagy marhasság. Tehát mindenkit óvnék attól, hogy így viselkedjen. Ugye az urbanizációt csak slágvortokban értelmezném, ugye, tehát városiasodunk, és ezt tulajdonképpen az a fajta ipari fejlődés hozta meg, amely munkaerőre tartott igényt, és az emberek a földekről bevonultak a városokba. És hát ugye azt megelőzően mindenkinek a saját kis földecskén megtermettek azok a javak, amiket ők elfogyasztottak, és hát így a városlakók után kellett vinni az elemózsiát, amit ugye szállítást igényelt, raktározást igényelt. Most, hogyha azt akarjuk, hogy egy termény ne romoljon meg, akkor ugye azt tartósítani is kell, illetve előnyös valamilyen szinten feldolgozni, mert akkor talán tovább eltartható. A globalizáció ugye azt jelenti is sokszor, hogy olyan árukat, amik a szomszéd parcellán is megteremnek, 2000 km távolságról kamionoznak be az üzletekbe, és ezzel ugye tönkreteszik a hazai termelést, ezáltal garantáltan nem friss ételeket eszünk, hiszen egy olyan őszi barackot mondjuk, ami Spanyolországban termett, és pár napig utazott, meg még a boltokba is ki kellett, hogy bírja az időt az eladásig, azt biztos, hogy nem érett állapotába szedték le, és ugye utána ez nem is adja azt az érzést, hogy minden egyes elfogyasztott őszi barack után mondjuk le kelljen zuhanyoznunk. Tehát nem friss ételeket teszünk, idő előtti szüret, és hát a vegyszeres tartósítás óriási probléma citrusoknál is érzékelhető, de én például a szőlőket szoktam szaglászni, ha megkívánok egy-egy fürt szőlőt, de megszagolom és érzem rajta a foszforsavészter szagot, és szépen visszateszem a helyére. Tehát olyan szinten vegyszerezettek a külföldről behozott dolgok, hogy inkább ne is beszéljünk róla. És hát ugye itt van a fejlett mezőgazdaság, ami műtrágyázást jelent. A műtrágya káliumot, nitrogént és foszfort pótol, és ahogy említettem, ugye a vitaminokat is úgy érdemes pótolni, hogy a teljes spektrumot egyszerre. Valójában a talajok tápanyaggal való ellátásának is így kellene megvalósulni, és nem háromféle anyagot pótolni összesen. Aztán ott van a gyomirtok és egyéb vegyszerek alkalmazása és a génmódosítás, ami ugye a gyomirtok használatossága miatt is jött létre gyakorlatilag. Tehát nagyon silányak az ételeink, és hát aki ezt nem hiszi, járjon utána, ugye dr. Márai Géza, a Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet ökológiai tanszékének a tanára évtizedek óta kutatja ezt a témát Magyarországon, és ismertek a neten, hozzáférhetők ezek a táblázatai. Az 1990-es év és a 966-os adatokat hasonlított össze és foglalt a táblázatba. Jelen esetben a mikroelem tartalom látható búza, árpa, kukorica, répafélék és burgonya tekintetében, itt pedig a vitamin tartalom borsó, tej, káposzta, sárgarépa és paprika tekintetében. Na most megnézzük, hogy honnan indultunk. 66-ot azért én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen egy kalap alá vehetjük a 900-as évek elejével is akár, tehát addigra a vegyszerezés azért olyan nagyon nem harapózott el, ez utána volt inkább jellemző. Tehát egy a lényeg, hogy azok az étel alapanyagok, amiket hazaviszünk a piacról,
azok sajnálatos módon kiüresedtek, üres kalóriákat tartalmaznak. És akkor konkrétan nézzük meg, hogy a B1 vitamin, a tiaminnak a hiánya az igazából mit okoz. Ugye itt van egy unalmas felsorolás, és ettől akarnálak benneteket megmenteni, hiszen tehát ezek azok a fajta felsorolások, amiket soha senki nem jegyez meg, és hát mondjuk az ilyen magazinoknak az oldalain olvashatók általában. Kicsit életszagúbb már, bár eléggé orvosos megfogalmazás az alábbi. A B1 vitamin hiánya a beriberi nevű betegséget okozza. Ugye a beriberi az szingaléz nyelven azt jelenti, hogy képtelen vagyok rá. Tehát ez azért már eléggé gondolatébresztő, tehát amikor egy ember odáig eljut, hogy járni sem tud, és az ágyból sem tud kikelni, azért az nem feltétlenül jelent egy jó életszínvonalat. És hát ugye első leírása időszámítás előtt 2697-ből származik, Kínából. Valójában a vitamin hiány és a korkép közötti összefüggés konkrét felismerése csak a 20. században történt meg. Szív, izom, emésztő és idegrendszeri tünetekkel jár, és hát ugye említettem, hogy tulajdonképpen egymás mellett, egymással versengve sok-sok tudós, megfigyelő, kutató próbált utána járni rejtélyes betegségeknek, tüneteknek. Christian Eichmann holland katonaorvos volt, Jáva szigetén teljesített szolgálatot, és ugye a beriberi tüneteit felismerve igazából mikrobák után kutatott. Ugye ez az időszak közvetlenül Pasteur után azt eredményezte, hogy benne volt a levegőbe annak a réme, hogy minden egyes problémát kórokozók eredményeznek. És a Teichmann ugye tyúkokon azt észlelte, hogy csak azok a tyúkok betegszenek meg, amelyek kizárólag hántolt, azaz fehér rizst ettek, és ehhez képest a barna rizsel tápláltak nem. És hát egyébként Teichmann megosztotta a felismerését egy a helyi börtönökben egészségügyi felügyeletet ellátó illetővel, aki azt mondta neki, hogy érdekes módon a raboknál is ugyanez a helyzet. És hát Eichmann kutatásait a szintén holland Gerrit Greens folytatta. Rájött arra, hogy a megfigyelt tüneteket nem maga a rizs okozza egyébként. Ő gondolt elsőként arra, hogy az ételekben kell lenniük olyan létfontosságú anyagoknak, amelyek előállítására az emberi szervezet nem képes. És hát ugye az ő eredményei azért sikkadtak el, mert csak a saját nyelvén publikált, és hát ugye a világ tudományos nyelve, vagy a tudományos körforgásából inkább úgy mondanám, gyakorlatilag ő kimaradt. De azért Eichmann ugye láttuk az előbb, hogy Frederick Hopkins-szel együtt megkapta a Nobel-díjat 1929-ben. Ugye kicsit orvososabban mondhatjuk, hogy a beriberinél a kezdeti tünetek apátia, fáradtság, fokozott érzékenység, lehangoltság, alulszékonyság. Én ezt nem is akarom felsorolni nektek, az előre haladott betegség igazából a végtagokban okoz ideggyulladást, érzés, reflexzavarokat, a lábizmai pegyhütté válnak, és gyakran megjelenik a szívelégtelenség. És viszont, ha megnézzük azt, hogy egy család hogyan szembesült ezzel a betegséggel, akkor az sokkal elgondolkodtatóbb. Tehát sokan megélték azt, hogy a családjuk körében megjelent a korkép, és hát Ázsiában nagyon régre visszamenőkig ismertek voltak tulajdonképpen a tünetek. Ugye az első tünet az általában a lábaknak a dagadása volt, majd az érintettnek lelassult a beszéde,
a végtagok érzéketlenné váltak, lebénultak, remegett az illető, és aztán jellemző volt hányás, az illetőt már itatni sem tudták, kihányta a vizet is, és nagyon gyakori halálok volt a szív elégtelenség. Ugye itt beszéltünk Jáva szigetéről, de a japánokat ugyanúgy sújtotta a betegség. Ugye ők elég hosszú ideig nagyon zárt kultúra voltak, de rengeteg japán családnak kellett tulajdonképpen végignéznie évszázadok óta a szeretteik egy részének az elvesztését, és érdekes módon elsődlegesen olyan családokban jelentkezett a betegség, akik jómódúak voltak. Ugye a rizsnek a hántolása, mielőtt erre feltalálták volna a megfelelő ipari berendezést, kézimunkával történt, és nagyon fáradtságos volt, és ez a hántolt rizst nagyon drágává tette, tehát az igazából az arisztokráciának volt a tápláléka, és hát közülük kerültek ki az áldozatok. Japánban a B1 vitamin hiányt kakke néven ismerték, és hát 1877-ben még a császár unokahúga is elhunyt ebben a betegségben, és a Meiji császár szintén érintett volt valószínűleg, de ő egyfajta ilyen krónikus formában, tehát valami tehetett, amivel kis mennyiségben, de azért időnként pótolta a B1 vitamint a szervezetébe. De gyakorlatilag a túlélése múlott azon, hogy ki tud ebből a bajból kecmeregni, és hát valójában orvosokat küldött ugye nyugatra. Takaki Kanehiro volt az, aki Londonban tanult orvosnak, és aztán a japán haditengerészetnél valójában két nagyon komoly kísérlettel rájött arra, hogy ott is a hántolt rizs volt az oka a nagyon-nagyon sok ember életet követelő betegségekért. Az érdekesség, ugye, hogy nagyon gyakran nem veszik komolyan az emberek ezeket az intelmeket, illetve egy olyan tradicionális országban, ahol az emberek nagyon-nagyon ragaszkodnak a hagyományaikhoz, voltak olyanok még a hadseregen belül is, akik megtagadták a kötelezően elért kenyér és hús fogyasztást, és miután ezt ugye kötelezően bevezették, csak azok betegedtek meg, akik nem tértek át erre az új étrendre, és még az 1904-es orosz-japán háború alatt is 27 ezer áldozata volt a beriberinek a japán katonák között, és egyébként 47 ezeren haltak meg harc közben. Tehát óriási volt a beriberi tőle szenvedett ember veszteségük. És ennyit a beriberiről, a B1 vitaminról, térjünk át a C vitaminra, a szkorbinsavra. Ugye Szentgyörgyi Albert az 1930-as években izolálta, és hát 1937-ben megkapta a Nobel-díjat. Ha az unalmas módon igyekszem egy táblázatot készíteni arról, hogy mi mindenben vettük észre a C-vitaminnak a hatékonyságát, akkor ez igazából itt olvasható. Nagyon érdekes, Szent Györgyének egy tanulmányából gépeltem be egy pár sort, felolvassam nektek. 70-es években írta az alábbi sorokat. Az aszkorbinsavat 50 éve fedeztük fel. Meglepően rövid idő alatt minden érdemlegeset megtudtunk róla, kivéve biológiai szerepét, melyre mindmáig nem derült fény.
A funkció tisztázása nem csak tudományos kíváncsiságunk kielégítése végett el engedhetetlen, hanem azért is, mert az orvostudomány különben képtelen okosan bánni ezzel a figyelemre méltó vegyülettel. És körülbelül 4 napos információ egy betegtől, aki onkológiai gondozott, és amikor rákérdezett az onkológusától, hogy C-vitamint szedhet-e, akkor kézzel-lábbal tiltakozott ellene az őt kezelő onkológus, és azt mondta, hogy az még akár árthat is. Tehát Szentgyörgyi kutatásait, amennyire én értelmezni tudom és olvastam, én úgy gondolom, hogy ugyanarra utalt, hogy a szervezet elektronikai viszonyaiban kell, hogy legyen a C-vitaminnak valamiféle perdöntő szerepe. Talán emlékeztek az RH2 skálára a korábbi alkalmakról. Ugye az RDA, vagy más néven ajánlott napi bevitel, az valószínűleg mindannyiótok számára ismerős, tehát minden egyes vitaminra vonatkozóan megvan, hogy mennyit ajánlanak nekünk. Na most ez egy második világháború idejéről származó idézőjelben vívmány, és hát ez a C-vitaminra eredetileg 50 mg volt, ami nem a jólétnek a mennyisége, hanem ahhoz elegendő, hogy mondjuk egy orosz fronton harcoló német katona, az még egyáltalán föl tudjon kelni a következő napon. Ma a hazánkban ez 80 mg, és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint pedig 95, az 110 mg. Én azt gondolom, hogy nyugodtan fogyasszunk több vitamint, mint ezek az RDA-ban foglalt mennyiségek. Ugye a legtöbb vitaminnal kapcsolatban egy aberrált rettegés van a közgondolkodásban. Félünk a túladagolástól, de én még olyan embert se láttam, aki látott olyan embert, aki látott mondjuk C-vitamin túladagolást, de C-vitamin hiányt azt annál gyakrabban lehet látni. És hát ugye felvetődik a kérdés, hogy vajon napjainkban Magyarországon hány ember szervezetében áll fenn az ő egészségét veszélyeztető vitamin hiány. És hát ugye van erre esély egyáltalán, hogy idejében vagy akár később felismerjük. Ez költői kérdés volt, a választ tudjátok úgy is, és hát azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy ne korlátozzátok le a gondolkodásotokat azzal, hogy az úgysem lehetséges. Nekem 2011-ben volt skorbutos esetem, tehát hogy a beriberihez hasonlóan a skorbuttal kapcsolatban is mondjak néhány konkrétumot. Egy hölgy jött el hozzám, aki nőgyógyászati vérzése volt, amivel igazából a nőgyógyász nem tudott érdemben mit kezdeni. Vérzett az orra, a fülorgégészek optimális viszonyokat írtak le, vérzett a fogínye, ezzel látta őt fogász és szájsebész. Voltak végbélből származó vérzései, ezt a proktológia látta, illetve véres volt a vizelete, ami miatt az urológusok gondozásba vették. Valójában ugye az is probléma volt, hogy akkor még nem volt olyan számítógépes nyilvántartás, hogy az egyes disziplinák mívelői, tehát a különféle szakorvosok egymás diagnózisait is lássák. De a hölgy végül eljött hozzám egy mérésre, és kapott egy doboz olyan C-vitamint, ami citrusfélékből készült,
és másnap délig bezárólag az összes vérzéses problémája megszűnt. Tehát ez azért azt gondolom, hogy megdöbbentő, de ha erre alapozunk, akkor mi a garancia arra, hogy ez nem fordul elő akár a mai napon is, és hogy minden egyes vitamin hiányt felismerünk-e ugyanolyan módon, mint ahogy a skorbutot, illetve hát jelen esetben azt sem ismertük fel. Hát én azt gondolom, hogy a legjobb, ha a teljes tápanyagspektrumot biztosító, és hangsúlyozom, hogy természetes készítményekkel gondoskodunk magunk és szeretteink egészségéről. És hát ugye, hogy kérdés, hogy hogyan érhető el szervezetünk számára a szükséges tápanyagoknak a biztonságos és megbízható mértékű és összetételű bevitele. Erre dr. Lén, ugye cégünk alapítója és tulajdonosa többször megadta nekünk az útmutatást, mondván, hogy a ganodermát kombinálva a spirulinával gyakorlatilag minden olyan tápanyagot be tudunk juttatni a szervezetünkbe, amely az egészséges működések alapját képezi. Tehát én ezt nem is lihegném túl, a ganoderma és a spirulina kombinációja gyakorlatilag megadja nekünk a szükséges vitaminokat, és aki úgy gondolja, főleg vírusos időszakban, illetve téli időszakban célszerű, amikor kevés friss gyümölcs van, még a rozelle sziruppal kiegészíteni a palettát. A reklámokban rengeteg multivitamint javasolnak, és hát én úgy gondolom, hogy ez egy megtévesztés az emberek számára. Fontos tudnunk, hogy a természetes forrásokban a vitaminok működéseit és hatékonyságát megtöbbszörözi az, hogy az egyes hatóanyagok azok egymás hatását is megsegítik. Tehát voltak olyan kísérletek, amikor skorbutos állatokat gyógyítottak olyan citrus kivonattal, amiből konkrétan az aszkorbinsavat eltávolították. Tehát az aszkorbinsav ugye a múltkori alkalmak egyikében egy ilyen zenekari hasonlatot elmondtam. Az aszkorbinsav egy szólóhegedűs, de hogyha van ő hozzá egy nagy zenekar, amelyik kiteljesíti az ő hangzását, akkor az sokkal jobb élményt jelent. És hát bizony C-vitamin-szerű hatása tud lenni olyan citrus kivonatnak, amiből eltávolították az aszkorbinsavat. Illetve a szervezet számára ugye jól felismerhetők és hasznosíthatók a természetes anyagok. A szintetikusakban pedig izolált hatóanyagok vannak, sajnálatos módon többnyire félkész formában, tehát ezt a szervezetünknek még át kell alakítania, ami egy legyengült tápanyaghiányos szervezet számára egy plusz munka, egy fölösleges terhelés. Ugye nincs együttműködés, szinergia, jótékony összetevők hatása között, sok esetben ártalmas vagy mérgező stabilizátorok vannak bennük, például a kobalamint, a B12 vitamint, cianógyökkel szokás felvértezni, és hát ugye azt hiszem, hogy ez azok számára is érthető és ijesztő kifejezés a cianógyök, akik egyébként nem lapozgatnak biokémia könyveket, és hát igen gyakran az adott vitaminnak a kémiai változatai közül csak egyet tartalmaznak. Tehát például az E-vitaminnak ismerjük 8 aktív formáját, a szokás az, hogy ebből egyetlen egyet az alfa-tokoferolt beleteszik, és E-vitaminként eladják. Tehát józan észre kizárólag természetes készítmények alkalmazása mellett dönthetünk. És akkor térjünk át az enzimekre. Ugye az enzimeket nem ismerjük, azt kell, hogy mondjam. Tehát munkahipotéziseink vannak az enzimekről, és amit én el fogok mondani,
Azt gondolom, hogy ha több tudásunk lesz az enzimekkel összefüggésben, akkor ezt az elmondott hipotézis rendszert le kell majd cseréljük, de pillanatilag gyakorlatilag nincsen jobb. Az enzimeket ugye tekintjük katalizátoroknak, bár ez azért egy durva ledegradálása az ő működéseiknek, de kétségtelen, hogy az élő szervezetben azokon a hőmérséklet és nyomás viszonyokon, amik ránk jellemzők, nagyon-nagyon lassan mennének végbe a biokémiai folyamatok. Ugye a nyomás fokozása, az annak nem örülnénk, tehát ugye egy, ahogy a mondás tartja, egy úthenger alatt fekvő embernek a mosolya ritkán őszinte, illetve hát a hőmérséklet emelése szintén nem célra vezető, ezt ugye láttuk a mágiára vetetteknek a sorsán. Tehát valami mást kellett a biológiának kitalálni, és hát tulajdonképpen vannak olyan fehérjéink, amik a kémiai átalakításokat irgalmatlan módon meg tudják gyorsítani. Itt jön egy kis matek, ugye hatványokról van szó, 10 a 9-en szer szeres gyorsítástól 10 a 12. szeres gyorsításig terjed a mérő. Ezt ugye nem tudjuk érzékelni, tehát az, hogy valami százszoros vagy ezerszeres még csak-csak, de amikor mondjuk egymilliószoros sebesség, tehát ezt nehéz érzékelni, azért megpróbálom. Hogyha az alapjáratot hasonlítjuk egy csigához, tehát hogyha enzim nélküli üzemmódban mennek végbe biokémiai változások, akkor tízszeres gyorsítás az még mindig csak egy siető csiga. Ugye a százszoros gyorsítás az egy gyorsan mászó bogár, az ezerszeres a csigához képest az egy gyalogló ember, és mondjuk a tízezerszeres az már egy futónak a sebessége. Ugye a csigához képest óriási, és 14-ennél tartunk. 10-5-en az mondjuk egy Forma 1-es autó, 16-on néhány sugárhajtású gép, amelyik tudja mondjuk a hangsebesség háromszorosát, és aztán az utolsót említeném még meg, hogy az idővel spóroljak. 10-11-ennél tartunk a fénysebességnél a csigához viszonyítottan. Ugye a kettőt nem kell különösebben kontrasztba állítanom. 1930-ban 80 enzimet ismert a tudomány, 47-ben már 200-at, 57-ben 660-at, és így tovább, és 68-ra már 1300-at azonosítottak. Egy nagyon-nagyon fontos kísérlet volt, egy macska kísérlet, Dr. Francis Pattinger nevéhez fűződik, ő több mint 900 macskával kísérletezett, és volt egy nagyon-nagyon elhíresült eleme a vizsgálatoknak, ez volt a húsvizsgálat, amikor az állatok egy csoportjának kétharmad rész nyers húst adott, egyharmad rész nyers tejjel, míg a második csoportnak kétharmad rész főtt húst és ugyanúgy nyers tejet adott. És a főtt húson táplált állatoknál az első generáció végén a macskáknál degeneratív változások jelentkeztek, és hát eléggé lusták lettek. Ugye a második generáció végére a macskák születésüktől fogva eléggé betegesek voltak, és nagyon gyakoriak voltak a koordinációs zavarok. A harmadik generáció végére néhányuk gyengén született, vagy vakon, sokkal rövidebb élettartamúak voltak, és hát már volt olyan, hogy csak 6 hónapig éltek, vagy még addig sem. A lényeg az, hogy a negyedik generációból már igazából nem volt túlélő, illetve ott már nem voltak olyan egyedek, akik utódok létrehozására képesek lettek volna. Ami még érdekes, hogy ebben a kísérletben a kanok engedelmesek lettek, a nőstények pedig agresszívabbá váltak.
Én valójában humán vonatkozásban is látok párhuzamokat abban a tekintetben, hogy olyan betegségek, amelyek még a 900-as évek elején alig-alig voltak ismertek, vagy akár akkor, amikor én egyetemre jártam, még csak kizárólag időseket sújtottak, ma már ott vannak a fiatal korúaknál, és néha a csecsemőknél, újszülötteknél is. Tehát egyre betegesebbnek tűnik a társadalom, és valójában ezek a férfi-női változások is, én úgy gondolom, hogy elég jellemzők, és nem biztos, hogy jó. Aztán volt egy tejvizsgálat, ahol nyers tejen tartott cicákat, ők voltak a legegészségesebbek, és hogyha ezt a tejet pasztörözték vagy forralták, akkor ugyanúgy megjelentek a degeneratív problémák. Edward Howell az, aki az egész életét tulajdonképpen az enzim kutatásnak szentelte, és amiket én most itt elmondok, ezek az ő tézisei gyakorlatilag. Ő fedezte fel, vagy írta le konkrétan azt, hogy az enzimek hőérzékenyek. Beszélünk 44, 45, 48 fokról. A lényeg az, hogy viszonylag alacsony hőmérsékleten ők tönkre mennek és elveszítik a hatásukat. Tehát a főtételek már enzimhiányosak, vagy már nincsenek, nem tartalmaznak enzimeket. Ő írta le a táplálék enzimek fogalmát. Ugye, hogyha nyersen veszünk magunkhoz táplálékot, akkor a nyers ételekben vannak enzimek, amik magát a táplálékot segítenek megemészteni. A hasnyálmirigy méretét leírta, hogy olyan kísérleti állatoknál, ahol feldolgozott táplálékot adtak nekik, ott a hasnyálmirigy megduzzadt, és a nyers étellel táplált állatoknál maradt a normál méretű, illetve az adattép kiválasztást is ő írta le, tehát hogy a szervezet érzékeli a bevitt ételnek az enzimtartalmát, és nagyon-nagyon spórolva, de ahhoz adoptáltan állít elő enzimeket az emésztéshez, hogy az ételekkel mennyi enzimet vittünk be. Ugye ez zavaró az ortodox tudomány számára, hogy az enzimek biológiai szinten is működnek, és rendelkeznek egyfajta életerővel, és fehérje szerkezetek, de mesterségesen nem tudjuk őket legyártani, tehát működni nem fognak mesterséges formában, csak az élőlények képesek őket előállítani. És dr. Howell úgy gondolta, hogy tulajdonképpen mindannyian egy meghatározott és korlátozott mennyiségű testenzim energiával jövünk a világra, és hát ennek az energiának kell kitartani életünk végéig. Tehát előállítunk enzimeket, és a fehérje szerkezetbe mindig belehelünk egy keveset ebből az energiából, és hogyha ez az energia elfogy, akkor vége van az életünknek. Itt van egy kis áthallás igazából a kínai gyógyászat, tehát ott a veseenergiával kapcsolatban szokás ugyanezt mondani. És hát ugye az életünk gyakorlatilag az enzimek lévén lehetséges, minden egyes a szervezetünkben lejátszódó kémiai reakcióhoz szükség van rájuk. Ugye körülbelül 7000 biokémiai reakció zajlik le sejtenként, másodpercenként, és van körülbelül 70-80 trillió sejtünk. Tehát elég jelentős munkát végeznek az enzimek, és hát az ásványanyagok, vitaminok vagy hormonok sem működnek enzimek nélkül. Tehát bármelyik szervünket enzimek működtetik, és ha megfogyatkoznak, akkor gyakorlatilag a szervi működések hanyatlásnak indulnak. Howell doktor szerint az emberek 85-90%-a enzimhiányos, még a gyerekek is, illetve azok a felnőttek is, akik magukat egészségesnek érzik. És hát ugye apró jelekre, hogy valaki mondjuk őszül, vagy pattanásos, fáradékony, nem is nagyon szoktunk figyelni. És ő azt mondta ki, hogy sok középkorú ember hal meg enzim hiány következtében.
De ugye nézzük meg, hogy miért is válunk enzim hiányossá, mit teszünk, vagy mit eszünk rosszul. Az enzimeket ugye három csoportba sorolhatjuk, táplálékenzimek, ugye az az, ami az ételekben benne van, ha olyat eszünk. Emésztőenzimek, amik az emésztéshez kellenek, és anyagcsere enzimek, tehát minden, ami nem az emésztést menedzseli. És hát az emésztőenzimek ugye a fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat dolgozzák fel, hát, illetve a nukleinsavakat is. A természet úgy rendezte, hogy normális esetben, tehát nyers táplálkozás esetén a táplálékenzimek elég komoly mértékben előemésztik az elfogyasztott ételt. Ugye a madarak közül például a tyúknál valószínűleg mindenki látott már begyet, ugye a begybe a felcsipegetett étel az elkezd fermentálódni, és tulajdonképpen a kukoricát mondjuk a saját enzimjei félig megemésztik, és utána a tyúknak csak a többi enzimet, a maradék emésztési folyamatokat kell már menedzselni. És hát sajnos a szervezetünk el tudja lopni az enzimeket az anyagcserétől, mert tehát az emésztést azt mindenképpen biztosítani akarja. És ez valójában így néz ki, tehát egy enzimdús táplálkozás esetében, ugye itt a zöld kis golyócskák az enzimek, kevés toxin keletkezik, sok tápanyag szívódik fel, jó a felszívódás, és alapanyagokat kapunk az anyagcsere enzimek számára, és a sejtjeink boldogok, és hát ellenkező esetben pedig ugye a sejtektől lopódik el értékes enzim, ezáltal belassul az anyagcsere, sok toxin keletkezik az emésztés során, illetve a sejtekben is savasodás, és hát ez semmiképpen nem jó, tehát öregedési folyamatokat és betegséget tud eredményezni. Sajnos az emberek többsége ugye nem tudja, hogy mit kellene csinálnia, és hát ezért nagyon hamar kimeríti az enzim potenciáját. És hát ugye létkérdés, hogy tudjuk pótolni ugye a szükséges enzimeket, különben egyre betegesebbek leszünk, és felgyorsulnak az öregedési folyamatok. És hát az is egy fontos információ, hogy az enzimek szerepe az egymásra épül. Tehát az enzimeket egy-egy folyamat katalizálása során tekinthetjük úgy, mint gyártósori dolgozókat, vagy mondjuk egy órában a fogaskerekeket, hogyha ott egy bizonyos ponton megáll a folyamat, akkor az összes többi hoppon marad, illetve nem készül mondjuk a gyártósoron el a várt késztermék, míg félkész termékekből torlódás áll fenn, ami akár toxikus is lehet. Ugye Hovell szerint az enzimeinkkel bűnös módon nem törődünk, pedig ezek a legértékesebb javaink, és ha csak az átörökölt enzimekre támaszkodunk, akkor nagyon gyorsan elfogy a készletünk. És hát nagyon-nagyon fontos ugye az enzim pótlás. Ugye gyógyításról nem beszélhetünk, de amíg erről nem nyilatkoztak az európai hatóságok, addig enzimterápiákat hirdettek Európa és világszerte, és különböző enzimek bevitelével igyekeztek súlyos és még súlyosabb betegségekkel segíteni. Ajánlom a szíves figyelmetekbe Viktória Butenko könyvét, mert azt gondolom, hogy mindent nem várhatunk a étrend kiegészítőktől sem. Tehát, hogyha csak részben, de meg tudjuk valósítani azt, hogy nyers ételeket is fogyasszunk, akkor azzal jól járunk, és Viktória Butenkónak nagyon jó stílusa van, tehát aki ezt a könyvet elolvassa, előfordulhat, hogy kedvet kap a nyers táplálkozáshoz. És hát nézzük meg, hogy a DXN-nek a palettáján mivel lehet enzimeket pótolni. Ugye a nagy ágyúként ismert készítményünk az a Cordypine, ami
Nagyon-nagyon értékes enzimeket tartalmaz. Ugye eleve fermentált ananászról van szó, és az ananász nem fermentált formájában is tartalmazza a legjobb fehérje emésztő növényi enzimet, a bromelaint, de a fermentációval megtöbbszöröződik a benne lévő enzimatikus készlet, és egészen elképesztő megújítására képes a szervezetünknek. Én jó szíved ajánlom, saját magam is fogyasztom, most már a második hónap végén járok, és csak az bánom, hogy nem kezdtem bele hamarabb, mert elképesztő mértékű változásokat tud hozni az ember életébe. És én úgy gondolom, hogy ezt nem csak akkor kell magunknak megfinanszírozni, hogyha szorul a hurok és valamilyen súlyosabb betegség árnyéka vető ránk, hanem érdemes megelőzési célzattal is legalább évente egy-két húrát tartani vele. Ugye az alma enzimittal lényegesen kedvezőbb árfekvésű, hiszen nem olyan értékes alapanyagokból készül. Én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jó enzimforrást jelenthet, és talán arra az időszakra érdemes fenntartónak alkalmaznunk, amíg nélkülözzük a kordiptálinnak a hatását. És hát ugye ne feledkezzünk meg a felmentárt alma zsemről sem, ami szintén egy nagyon jó enzimforrás, és külön kiemelném a morinzét. Ugye már szó volt róla, hogy a morinzinek, tehát a noninak van egy olyan hatása, hogy a szervezetünkben a fehérjéknek a térbeli szerkezetét optimalizálja. A fehérjék nagyon-nagyon bonyolult molekula láncok, és millióféleképpen el tudnak rendeződni, de ebből a millióféleképpen való elrendezésből csak egy vagy kettő lehet, ami számunkra hatékony. Tehát ha azt akarjuk, hogy a bennünk lévő fehérjék, és ugye az enzimek azok fehérjék, illetve azt nem mondtam, hogy az enzimeknek nagyon gyakran a végtagjait, a munkavégző részeit, prosztetikus csoportjait jelenti a vitaminok, tehát enzimek és vitaminok kéz a kézben járnak, vagy szorosan összefüggenek. Tehát a fehérjéknek az optimalizálására és az enzim funkcióknak a maximalizálására a morinzi, én úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen. És hát amellett egy nagyon kellemes ital. És hát a feldolgozási procedúra lehetőséget ad arra is, hogy további készítményekben is legyenek enzimek. Nyilván a cordycepsnek az elképesztő hatásai, amelyek az oxigén hasznosulást javítják a szervezetünkbe, egészen biztosan enzimatikus folyamatokkal is összefüggenek. A ganodermában egészen biztos, hogy vannak szintén enzimek, a spirulina egész tárháza az enzimeknek, és a póriát szintén ide sorolnám. Tehát nagyon-nagyon jól állunk, mert azon a készítmény palettán, ami a kezünk ügyében van, rengeteg olyan választási lehetőségünk van, amelyekkel az enzim készleteinket fel tudjuk tölteni, optimalizálni tudjuk. Én ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép estét kívánok!